A Magyarok Szövetsége negyedik éve vállalja el a csobánkai cserkésztáborban lakó gyerekeket egy teljes napra Magyar Vár területén. Az idén a már megszokott játékok lesznek, pontosabban 9 helyszínen. Itt a gyerekek kis csoportokba rendeződve végig mennek ezen az úgynevezett pályán. Mindenhol megkapják a kis pontjaikat, a patkódobástól, az íjászkodáson át a bálagurításig rengetegféle különböző program lesz. Ezekből gyűjtenek egy összpontszámot, és akkor ebéd után valamikor, amikor már a szabad foglalkozás van, ami jellemzően csak focit, illetve csapat, nagyobb csapatjátékot szokott jelenteni, akkor van az eredményhirdetés, és akkor így délután este felé indulnak haza. Hát én úgy látom, hogy nagyon jól érzik magukat. A gyerekeknek, ahogy hallottam, 50-60%-a visszatér. Tehát akik lemorzsolódnak, azok helyekre kerülnek be újak, és mindig nagy szeretettel várjuk őket, ők pedig nagyon nagy örömmel jönnek felénk. Úgyhogy ezért is csináljuk. Ez az, amit felbecsülhetetlen érték számunkra. Igen. Nektek mit nyújt különben, hiszen ti reggeltől estig dolgoztok? De lelkileg valamit mégis? Hát lelkileg természetesen. Hát az embert, hogy mondjam, azért csak, hogy elfáradjunk, azért tudnánk otthon is tenni éppen eleget. Mindenkinek van, akár a nyugdíjas teendői mellett, vagy a munka mellett is. Most is van olyan tagunk, aki a munka mellett megcsinálta például a kifestőket, és a szervezésben segített. Van, aki inkább félretett egy napot, és úgy jelenik meg. Én meg egy picit többet, de hát ezért csináljuk, mert a gyerekeket, amikor látjuk, az nagyon nagy töltést ad. Reméljük Isten, hallja a szívát. Reméljük Isten, eddig merre jártatok? Mit csináltatok? Volt hajókázni, meg egy koncert. Milyen koncert volt? Hát zenéltek. Baris Gergő. Jó volt? Igen. Igen. És hogy érzed magad a táborban? Jól. Jól. Miket szoktok csinálni? Miket szoktatok csinálni egész? Focizni, frisbizni. Igen. 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 És mesélj még valamit. Szereszél új barátokat? Nem. Nem? Nem vagy egy barátkozós típus? De. Nem. Na miért? De azt mondtam, hogy de. Igen? Akkor meg hogy nem szereszél barátokat? Vagy barátnőket? Azt is lehet, igaz? Az már van. Az már van? De nem a táborban. Mesélj nekem, honnan jöttél? Helyeszoltáról. Az egy kis falu, vagy nagy falu? Kis falu. Hányan élek ott, tudod? Nem. És általában magyarul beszéltek? Magyarul beszélek. Igen? És voltál már ebbe a táborban? Most vagyok először. És hogy honnan szedtél róla tudomást? Tehát, hogy honnan tudtad, hogy van ez a tábor? Hívott valaki? Igen, hívtak. Marianne mondta, hogy aki jön a táborba, az fizessen meg 2000 forintot. Aha. És mit mondott róla, milyen ez a tábor, jó? Nekem tetszik. Mi tetszik eddig benne legjobban? Akkor voltunk a strandon, akkor az tetszik nekem eddig legjobban. És mit csináltok még napközben? Ja, sétálgatunk néha, elmegyünk valahova. És van-e már új barátod esetleg, vagy barátnő? Igen. Igen? Az egyik a
Marica, meg a másik, meg a Zeszter. Azaz, hármas. Ügyes. Koncentráljunk. Ez is egy hármas. Miket csináltok? Gyöngyet fűzünk, és jól szórakozunk. És barátnővel jöttél, vagy itt szereztél barátnőt, vagy barátnőt? Itt is szereztem, még barátnőkkel is jöttem. Hát akkor nagyon jó, akkor nem vagy egyedül. Igen. Mi tetszik benne legjobban? Mi a legjobb program eddig, amin részt vettetek szerinted? Szerintem ez lesz majd. Ez? Igen? Várod nagyon, hogy mit kell itt csinálni? Szereted Igen. a feladatokat? Mert itt ügyességi feladatokat kell majd megoldani. Nagyon szeretem. Nagyon szereted, és mit szeretsz még mesélni? Olvasni, énekelni? Olvasni is szeretek, meg énekelni is. Énekelni is. Ez az ötödik év, hogy ebben a táborban részt veszek. Hogy kerültél vele kapcsolatban? Mégis hogyan kezdődött? Szűcs Balázs atya, aki ezt a tábort szervezi. Ő nekem egy ilyen regnum vezetőm, a regnum az ilyen közösség, és akkor hetente találkozunk, és akkor így kapcsolatba kerültem vele, és akkor ő mondta, hogy jöhetünk ide segíteni. Dobott patkót, az jöjjön ide! Készen van a patkódobásra, mindennel. Ügyes vagy. Nagyon szeretem azt, hogy a gyerekekkel lehet foglalkozni. Van sok kis testvérem, és velük is szoktam sokat játszani. Így a végén, az utolsó napokban már a gyerekek is így érzik, hogy mindjárt vége, és ők, nekik is fog ez hiányozni egy kicsit szerintem. Miben tudtok segítkezni? Csak felvigyáztok, vagy programok szervezésében is? Hát a programokat szerencsére nem nekünk kell szerveznünk, hanem Balázs atya szervezi meg őket segítségekkel. Az étkezésekbe, a vigyázásba, a lefektetésbe, reggel keltjük őket, minden ilyen köztes munkát. És általában milyen problémák szoktak jelentkezni? Ugye ezek a gyerekek el vannak szakítva, ugye, otthonról. Igen. Idegen környezet, azért gondolom. Igen, van, akiben így a harmadik, negyedik nap előjön fel kisebbeknél az, hogy honvágyuk van, de az első, a legfontosabb, vagy így a legszembetűnőbb az szokott lenni, hogy így két csapat között ilyen ellentétek, hogy a sátorban, nem tudom, a helyüket elfoglalják, vagy valamit megesznek előlük, akkor az így. De nincsenek különösebb ellentétek. Hát sokan vagyunk, megoldjuk. Jó, így támad, igen, támad be, igen, úgy. Igen, jobb lábbal keresek, oké? Okay? Jobban, ezzel. Egy, kettő, három. Nem tudom, hogy elsőre miért vállaltam, arra már nem emlékszem, mert az 4 évvel ezelőtt volt, de már az első táborban kialakul a vezetőkben egy függőség a gyerekekhez, mert rengeteg szeretetet kapunk tőlük, és akkor általában, aki egyszer volt, az már visszajár. Általában a kisebb korosztály van látok bízva, vagy ez fel van osztva? Hát ez úgy van felosztva, hogy a vezetők 17 éves kortól jöhetnek, a vezetettek, a gyerekek 17 éves korig. És ahogy összeállnak a csapatok, az átlag életkor szerint kapják. Szóval egy idősebb csapat az a 12 éven felülieket kapja, egy fiatalabb csapat a kisebbeket. Akkor ti, általában te a kisebbeket kapod. Igen, én a kisebbeket. Ővelük azért több gond van? Hát többet elkeserednek? Többet kell vigasztalni? Hát mind a két csapatnak megvan a nehézség. A kicsiket nagyon kell pátyolgatni, néha honvágyuk van, néha elvesznek. A nagyoknak meg már nagyon megvan a saját akaratuk, jobban ellenállnak. Meg. Hát mind a kettőben van nehézség. Azt veszem ki a szabadból, hogy jövőre ugyanitt.
Természetesen. Még. Ez egyes. Hát én 5 éve járok ide. És akkor hogyan kerültél a táborral kapcsolatban? Hát a bátyámmal lejöttem, mert voltak kisebb problémái, és akkor lejöttem segíteni, aztán beleszerettem ebbe a dologba. Mi az, ami megkapod benne? Hát ez az egység, ami itt van, és hogy a gyerekekben ez a jóság, hogy ide jönnek ilyen különböző helyekről, és itt pörögnek mindenki. Hát mintha egy család lennénk, a végén azért vannak nagy sírások, meg tényleg, hát ez. Az rendben van, de mégis mi az, most már 5 éve folytatod, igaz? Mi az, ami itt tart, és gondolom, hogy jövőre is ugyanúgy ide vezérel? Az a baj, hogy itt részt kell venni, hát ezt nem lehet szavakba önteni, hogy mi van itt. Egy olyan összetartás, és nem tudom elmondani, tényleg nem ezt részt kell venni ebben. Voltunk úszni. Úszni? Igen. Na, hol? Nem tudom. Valami strandon? Igen. Igen. Na és hogyan telik a nap a táborba? Jól. Például, meséld el nekem. Jól telik. Uh-huh. Miket csináltok? Játszunk, uh-huh. Focizunk. Táborban 450 gyerek van, és van mellettük 130 segítő is, és a gyerekek határokon túli városokból jöttek, Kárpátaljáról, Vajdaságból, Erdélyből, Csángóföldről, de van az anyaországból is több csoportunk. Vannak visszatérők? Szinte csak azok, de meg is újítják a tábort évről évre. Általában a csapat fele visszatérő, másodszorra, harmadszorra, negyedszerre van itt nálunk, és hát mindig viszik a tábor hírét, és így mindig bővül a tábor, egyre többen vagyunk. Nem kis dolog egy ilyen nagy létszámú tábort megrendezni. Hát a legfőbb ember, aki ezt a sok segítőt összeverbúválja, és az ő hívó szavára jönnek a fiatalok, ő Szűcs Balázs atya. Ő az, aki már 7. alkalommal ezt a tábort rendezi, szervezi, és vannak ilyen visszatérő szponzorok is, nem visszatérő gyerekek, akikre minden évben lehet számítani, és akik minden évben segítenek abban, hogy a tábornak a költségvetése meglegyen. Hogyan állítják össze a programokat? Van egy bevált recept. Tehát tudjuk azt, hogy a gyerekek minek örülnek. Örülnek annak, hogyha fürdőzhetnek, örülnek annak, hogyha hajózhatnak, örülnek annak, hogyha kirándulhatnak. Természetesen megnézzük a korcsoportokat is, 13 év alatt és 13 év felett szervezzük őket külön-külön, de vannak olyan programokat együtt élünk meg, rögtön az első is ilyen. Az Európa nevű hajón van az első együttlétünk, egy Szent Misével kezdünk, és ott egy koncert is van. Ez délután 6 óra és éjfél között zajlik le. Beutazunk Budapestre a hajóval, ott fordul a hajó és visszahoz minket, és aztán azt követően bomlunk két csapatra, a nagyok, kicsik azt követően külön-külön mennek. Most éppen a kicsik ide túráztak a Magyarvárhoz, a nagyok éppen most strandolnak, tegnap mi strandoltunk, és a nagyok voltak dobogókön. A cél az, hogy legyünk egy szív, egy lélek, ami nekünk annyit jelent, hogy legyen jó együtt. Legyen öröm az együttlét. És így a leginkább ez a fontos, az együttlét öröme, és hogy ezt éppen milyen tartalommal töltjük meg, hogy Budapestre visszük őket, Visegrádra visszük őket, vagy éppen a Magyarvárhoz visszük őket. Ez nem mellékes, de ilyen szempontból másodrangú. Az egész tábornak a neve Szövetség az életért.
Mit akar ez mégis? Mit gondoljunk vele? Össze kell fognunk. Teljesen mindegy, hogy hol élnek magyarok. Az a dolgunk, hogy összekovácsoljuk őket, hogy tudjunk egymásról, hogy tudjuk azt, hogy a kárpátaljai gyerekek között is ott vannak a rokonaink, a testvéreink, ahogy Délvidéken, ahogy Erdélyben, Csángóföldön. Tehát szövetséget kell kötnünk azért, hogy ismerjük egymást, hogy tudjunk egymásra figyelni, hogy tudjunk egymásnak örömet adni. Erről szól a mi szövetségünk. De amikor vége van a tábornak, és bezárul a kapu, milyen gondolatok vannak a fejében? Hiányoznak azok, akik elmentek. Tehát itt nem nagyon tudunk ebből hirtelen ocsúdni. Itt annyi olyan dolog érint meg minket, felnőtteket is, gyerekeket is, amit nem lehet és nem is szabad letenni. Ez minket feltölt. Mondhatnám azt is, hogy ha teljesen elfáradunk, ami igaz is, de sokkal több a töltés. Tehát mi ezektől a gyerekektől úgy érzem, hogy nagyon sokat kapunk. És ha ők is így gondolják, akkor tényleg a szövetségünk az élet.